Sok szeretettel köszöntöm Bőrincz Tamás urat, hogy tudjátok, hogy olimpiai bajnok, világbajnok, négyszeres Európa bajnok. Én örülök, hogy itt lehetek. Fő célja ugye ennek a programnak, a kis meg a bajnoknak nem az, hogy a testem és óra végén összeverjetek engem, hanem az, hogy tényleg felhívjuk a mindennapos testmozgásra, a mindennapos sportolásra, az egészséges életmódra a figyelmet. Küzd meg a bajnokkal programosan, boldogan és örömmel mondom ki, hogy lassan 10 éve indult el, és azóta járja az országot. Profili alapítványnak a közreműködésével tudtuk újra generálni a programot, és egy hosszú távú célt kitűzni magunk elé. Ellátogatunk iskolákba, ahol a testnevelés órát olimpiai bajnokok, híres sportolók megtartják, az egészséges életmódot, a mindennapos testnevelést, a sportolást népszerűsítve. Mivel mi nagyon sokszor dolgozunk olyan sportolókkal, akik egyébként a sportszázadnak a tagjai is, ezért jött egy közös ötlet, hogy egy olyan sportolót hoznánk el, aki a sportszázad szerves része, Lőrincz Tamás ilyen. Kimondottan olyan testnevelés órát is próbáltunk meg összehozni, ahol már jelentkeznek olyan mozgáselemek, amelyek mondjuk esetleg a kiképzés részei, akár úszás, mászás, célba dobás, és hát ugye most előkerül majd egy különös mozgáselem is, mégpedig ha már Tamás birkózó, akkor egy kis földharcra is sor kerül majd az óra végén. A Küzd meg a bajnokkal az egyik fő célja ugye az, hogy felhívjuk a figyelmet a mindennapos testmozgásra, a sportolásra és az egészséges életmódra, és hát ennek vagyok ma az egyik fő képviselője, úgyhogy ezek olyan dolgok, amik számomra is nagyon fontosak, és hát látjuk, hogy sajnos a világ nem arra megy, hogy minden gyermeknek az a fő célja, hogy sportoljon, vagy valamilyen sportágat kipróbáljon, ezért nekünk kötelességünk erre felhívni a figyelmet. Gyermekkorodban neked volt-e példaképed, és mit jelentett egy gyermek számára, egy diák számára egy példakép? Mikor 14 évesen felkerültem a Mr. Tus birkózó iskolába Budapestre, ott már személyesen találkozhattam Majoros Istvánnal, Deák Bárdos Mihályjal, olyan nagy birkózókkal, akikre én nagy példaképként tekintettem, és sokat merítettem belőlük és az ő pályájukból. Magában, hogy a Tamás eljön hozzánk, az mindenképpen egy nagy dolog, hiszen a gyerekek számára és számunkra is, hiszen egy példakép a diákok, illetve minden tanuló számára. Láthatják itt élőben, testközelből, kicsit beleláthatnak az ő munkásságába, és nyilván ez motiváló tényező is a számukra, hogy mit lehet az életben elérni sok munkával, kitartással és sok küzdelemmel. Milyen a sport élet itt az iskolában, mennyi időt szánnak a diákok a sportra? Azt gondolom, hogy nagyon sok rétű lehetőség van a diákok számára a sportolás terén, mind labdajátékok, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda edzéseken vehetnek részt a diákjaink. Emellett nyilván a kadétok a hétfői napokon a szakmai nap keretében ugye a kiképzők tartanak nekik órákat. Itt nyilván elsősorban a küzdőgyakorlatok, a küzdőjátékok, az egymás elleni versengések kapnak hangsúlyt. Ugye azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni a számára megfelelő sportot, sportolási lehetőséget.